Folytatódik a potvadászat a női NB1B keleti csoportjában. Üdvözlöm a kedves nézőket, Hajdon Jánosi TV nézőit. Hajdon János Szeged mérkőzéssel fogunk kezdeni a tavaszi forduló első fordulójában. Tabella alapján gondolhatnánk azt is, hogy ez egy papírforma mérkőzés lesz, hiszen a Hajdon Jánosnak 11 pontja van, míg a Szegednek 2 pontja van. Ám mindkét csapat házatáján elég sok változás történt. Erről fogjuk megkérdezni a két edzőt is, mielőtt még a 60 perc elkezdődne. Elérkeztünk a tavaszi forduló folytatásához. Hazai pályán fogadjuk a Szeged csapatát, akinek tabella alapján ugye 2 pontja van, ez adhatna némi bizakodást okot, de sőt az is, hogy ugye első fordulóban idegen volt, győzni tudtunk. Neked mi a véleményed a tavaszi felkészülésre, illetve a téli felkészülésre, illetve a csapatházatáján milyen változások történtek? Hát éppen most mondtam az öltözőbe a lányoknak, hogy sajnos úgy érzem, hogy egyáltalán nem vagyunk készen, és nekünk ugye itt az első fordulóban borzasztóan fontos mérkőzéseket kell játszanunk. Én ettől függetlenül bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a 2 pontot, amit, mint az előbb említettem neked, egy borzasztóan nehéz feladat lesz, mert nagyon magas átlövő játékosokkal rendelkeznek. Az ő helyük szerintem egyáltalán nem ott van, amit a tabellán elfoglalnak, de hát edzőváltás volt, nyilván új ingereket hoz be a csapatba, hogy borzasztóan nehéz mérkőzésre számítok. Ott tudtunk nyerni azért, mert volt kimagasló kapus teljesítmény is, és a végén a végjátékban volt, aki extrát tudott nyújtani. Hát bízom benne, hogy ez most is így lesz. Hát változások vannak a csapatban, ugye két játékosunkat tulajdonképpen hazarendeltük, vagy hazahívtuk Hajdúböszörményben a Takács Petert és a Csicsószki Dórán, amíg változása a Lakatos Erikának sajnos részleges tércalag szakadása van. Úgyhogy változások történtek, idő kell, míg őket beépítjük, de hát ugye ők ismerték a játékainkat, ilyen értelemben azért túl nehéz dolgunk nem volt. Úgyhogy azért bizakodó vagyok, de borzasztóan nehéz feladat lesz, de nyernünk kell ahhoz, hogyha bent szeretnénk maradni ebbe a szűkített NB1B-be, a mai mérkőzésen mindenféleképpen nyernünk kell, csak az egy választásunk van. Az őszi fordulók során négy idegenbeli mérkőzést tudtatok hozni. Hazai pályán voltak picit nehézségeink, ugye egyik szünk volt és egy győzelem. Elméletileg ugye most azok a csapatok fognak ide látogatni hozzánk, ahol idegenben tudtunk nyerni. Ez is azt gondolom, hogy bizakodásra adhatóak ott okot, de mint amit mondtad, változott a Szeged csapata is, és ugye mi is. Tehát ez mindenképpen egy kiélezett mérkőzés lesz, viszont nagyon jól kell indítanunk ezt a bajnokságot. Mit gondolsz még erről? Igen, tehát amint kitértem rá az eleje, az borzasztóan fontos lesz ennek a szezonnak, hogy hogyan fogunk kezdeni, de hát vereségben nem is gondolkozunk, de én mondtam a lánynak, hogy nagyon tisztelni kell ezt az ellenfelet, mert én azt gondolom megerősödött, tudott is igazolni még átlövő játékost, illetve náluk is, aki kettős játékengedéllyel rendelkezik, a Mézes Laura, aki ott is nagyon eredményes volt ellenünk, ő is itt van, úgyhogy bár ne legyen igazam, hogy nem kiélezett mérkőzésen, de nyerni tudunk, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szoros mérkőzés lesz, és hát bízom benne, hogy mi tudjuk győztesen elhagyni a pályán. Fél évkor vetted át a csapatot, milyen impulzusok értek most itt az új csapatodnál, milyen változások történtek a csapatban, hogyan sikerült ennyi idő alatt felkészíteni a csapatot a téli felkészülési szezon alatt. 2 pontotok van, nyilván nagyon nagy a kihívás azért, hogy bent tudjatok maradni. Egy pár gondolatot azt megvegelünk, légy szíves. Mindenféleképpen nehéz feladatunk van, ahogy elmondtad, nyilván 2 ponttal így nekiugrani a tavaszi bajnokságnak, viszont január 9-én átvettem ugye a csapatnak az irányítását. Megpróbáltunk egy picit a fizikális dolgokra is ráfeküdni, nyilván kevés idő volt, tehát szerettem volna, amíg van egy kőkemény hónapom ebből az egészből, de erre nyilván nem volt most esélyünk sem időnk. Úgyhogy próbáltunk ilyen vegyes felkészüléssel felkészülni a tavaszi bajnokságra. Új motiváció mindenféleképpen, úgy gondolom, hogy a lányoknak is valami újdonságot hoztam, nyilván minden edzőnek a stílusa más. Úgyhogy ebben a szellemben próbáltunk egy kicsit harciasabb kézilabdára átváltani. Nyilván próbáljuk kihasználni a magasságunkat, tehát azért elmondhatom, hogy az NB1B-ben úgy gondolom, hogy ez egy viszonylag magas fallal rendelkezünk, bár most a mai mérkőzésen azért vannak hiányzóink. Úgyhogy próbálunk egy picit ilyen zártaphatos fallal és abból lerohanásokat indítani. Nyilván vannak még nagyon sok pontatlanság, tehát amit még mindig csiszolni kell. Nyilván meg kell szoknom nekem is a csapatot, még jobban meg kell ismerkednem velük. Ez majd edzésről, meg mérkőzésre bízunk benne, hogy egyre jobb lesz. Mit vársz a mai mérkőzéstől, hiszen nagyon fontos lenne gondolom nektek is az, hogy jól indítsatok ebben a fél évben a tavaszi szezon alatt. Ugye 13 mérkőzésből egy győzelem volt, 12 vereség. Ugye Hajdon János oda látogatott hozzátok vendégként, ugye sikerült nekünk is győzni. Mit vársz a mai mérkőzéstől a megváltozott csapatszerkezet által, ugye új edző által?
Nyilván úgy gondolom, hogy az idegenbeli mérkőzések mindig nagyon nehezek, azért valamilyen szinten azért az NB1B-be is a hazai csapat mindig uralja ugye a pályát. Saját közönség, mi messziről jöttünk, tehát ez mindig benne van. Ilyenkor azért dönt a, sajnos az aznapi forma, lányokról is beszélünk, de ez ugyanúgy nyilván a hazai csapatról is elmondható. Viszont én úgy gondolom, hogy, jól felkészültünk, nagyon bízom benne, hogy megfelelő ellenfei leszünk a Nánásnak. Nyilván egy összeszokottabb csapatról beszélünk, ami azért rólunk még nem mondható el, mert hiába azért a alapjátékosok mondjuk a KSZ-ében maradtak, azért még mindig vannak ott is összeszokatlansági problémák, amit érzékeltem itt az edzőmérkőzések során is. Mert nyilván érkezett hozzánk a Tószegi Krisztina ugye Vásárhelyből, azért az őnek a, neki a beforrasztása is azért még halad, tehát jó úton halad, de még érzékelhető, hogy nem érzi úgy a társakat. Bízom benne, hogy egy jó szoros mérkőzés, akkor a végén eldől. Bízom benne, nyilván, mert győzni jöttünk. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy, pontot vagy pontokat tudjunk szerezni. Na, Jázi, jó? Ne kelljen kérnem azt, hogy fuss, jó? Tessék menni nagy tempót végre, ne kapadjunk! Gyatárom! Az edzői vélemények után nézzük a csapatok összeállítását. Kezdjük először is a Szegeddel. 1-essel Fodor Edit, 16-ossal Aradi Edina, 11-essel Kürti Nikolett, 25-essel Cifra Dóra, 10-essel Léman Dobó Andrea, 77-essel Lukács Nóra, 3-assal Szeder Réka, 31-essel Nagy Szintia, 26-ossal Mézes Laura, 12-essel Forgó Nikolett, 7-essel Tószegi Krisztina, 32-essel Krucsó Noémi. Edző Gál Adrien. Hajdonállási csapatnak a névsora, 12-essel Szabó Viktória, 22-essel Dorogi Dorina, 11-essel Bíró Petra, 15-essel Dudás Georgina, 8-essel Por Brigitta, 14-essel Takács Petra, 30-essel Csicsócki Dóra, 3-essel Darabos Erika, 4-essel Zihol Flóra, 7-essel Lányi Gabriella, 25-essel Fábián Nóra, 17-essel Karacsi Ázmin, 21-essel Lengyel Leonetta, 13-essel Mekes Mónika, 2-essel Mezei Petra, 9-essel Tarcsenge Liza. Edző Molnár András, segítői Nagy Attila és Nagy Gábor. A játékvezető pedig Rontó Ádám és Szanyi Péter. Versenybíró Pusztai Lajos és Takács János. Kezdődjék hát a hajdunállás Szeged mérkőzés női NB1B keleti csoportjából. Tavaszi szezonunk első mérkőzését fogják látni, kedves nézőink. Csatakiáltások elhangzása után üdvözli a két csapat egymást. Mindenképpen egy kiélezett mérkőzésre számíthatunk, ahogy az edzők is mondták. Ne tévesszen meg senkit az, hogy a táblázaton, illetve a tabellán a hajdonási csapat a 9. helyet foglalja el 11 ponttal, 5 győzelemmel és 1 döntetlennel, míg a Szegednek ugye a 13 mérkőzésből 1 győzelmet sikerült aratniuk, azt is idegenben, az utolsó fordulóban Nyíradony ellen, és 12 vereséget szenvedtek el. Ugye a téli felkészülés során és a téli szünet után voltak változások a szegedi csapatot illetően is, illetve a hajdonási csapatot illetően is. A Szegedben 7-essel Tószegi Krisztina érkezett Hódmezővásárhelyről, aki egy rendkívül gólerős játékos, illetve a Gál Adrien személyében új edzőt is köszönhet a szegedi csapat. Ez mindenképpen egy veszélyes dolog lehet, hiszen az új edző mindig egy új impulzus érhet egy csapatot, és hiába két pontjuk van, az mindig egy veszélyes dolog lehet, hogy most a tavaszi szezon kezdetén meg akarja mindenki mutatni, hogy milyen jó játékos ő és helye van a csapatban. De elkezdődött a játék, úgyhogy nézzük is, a Hajdonás kezdte meg a mérkőzést. Egy húzással, egy párhuzamos rátöréssel próbálunk részt találni a szegedi falban. Zihornál a labda. És már is egy figyelmeztetés osztanak ki a védő, illetve a beálló játékosnak. Ahogy Molnár András is mondta, csapatunkba érkezett Csicsócki Dóra, illetve Takács Petra, ők mindenképpen erősítései lehetnek a hajdonási csapatnak,
De aki már régóta jár ugye a hajdonállás mérkőzésére, ők azért ismerhetik azt, hogy ők hajdonállási színekben már játszottak. És mindenképpen erősítésre lehetnek a csapatnak. Sajnos egy passzív játék után volt egy sikertelen lövésünk. Az már látszódik, hogy ez a szegedi csapat egy végtelenül agresszív védekezéssel hatos vallal próbálnak hatást gyakorolni a támadó hajdonállásra. És nagyon agresszíven kilépkednek a lövőjátékosokra. Próbálják ők szövegetni most a játékot egy keresztmozgással. Húzásos játékot játszanak. Már is a beállónak bejátszották, sajnos gól. Próbáljunk gyors közepet kezdeni, ez a mérkőzés kimenetelét tekintve jó lehet nekünk, hiszen ha próbálunk gyorsan rájuk rohanni ezekre a nagy játékosokra, azért ők 60 perc alatt azért csak el fognak fáradni, és ez mindenképpen a mi magunkra hajthatja a vizet. A vendégeknél a 10-es Lehmann Dóra dobó Andrea szerezte a gólt. A Lányi Gabit faltolták most, aki a hajdonási csapatban lőtt a legtöbb gólt. 88 találattal most Paul Brigitta lőtt sajnos mellé egy szélső zicsert. Semmi gond, lányok, gyerünk előre. Egy picit beragadtunk a kezdésnél, de reméljük ez nem befolyásolja döntően majd a meccs kimenetelét. Lukácsnál a labda. Bemondja a figurát az irányító. Egy beálló léptetés próbálnak. Ezzel próbálják leszorítani a falat. De hál' Istennek nagyon jó a mi védekezésünk is. Pörgős, kilépkedős. Nagyon jó, jó lövés. De a kapusunk simán hárította ezt a azonos kézzel, azonos lábbal történő kitámasztásos lövést. Lányi, Fábián, gyönyörű bejátszás, szép, bravo gyerekek, szép gól, 21-esen Lengyel Leonetta szerezte a hajdonállás egyenlítő találatát, negyedik perc, 1-1. Szeged fűzögeti a támadását, folyamatos húzással. Az megint megtalálták a beállóst. Sajnos 2-1. Erre nagyon oda kell figyelnünk, hiszen hatalmas beállós, nagyon jól mozog le a zárás leválásokból. Nem kellene ezt egyből elhinnünk. Sajnos a technika hiba. Egy zúgó kapufa. Picit idegesen kezdte a nánási csapat a mérkőzést. Több technikai hiba és elkapkodott lövés is volt már eddig a támadásaink során. Picit meg kellene nyugodnunk és nyugodtabban szövegetni a támadásunkat. És Lányinál a labda, és ő próbálja megszervezni a következő támadásunkat. Zihor kerül középre. Átlőse próbálkozott Fábián. De sajnos simán védte a kapusunk, egy kötelező, hosszú, sarkos lövés volt. Basszerő pedig Mézes Laura. Rendezetlen védelem ellen meg tudta szerezni a Szeged harmadik gólját. 3-1 a Szeged javára. 7 méteres. Bravo, bátran el kell vállalni az ilyen szélső zicsereket és be kell vinni. Ezekből meg lehetnek a lehetőségünk, hiszen nagyon nagy a fal, ezért meg kellene próbálni bal szélen, nem pedig középen befejezni, hiszen az átlövéseink nem biztos, hogy ezen a mérkőzésen fognak tudni ülni. Lányi, gyönyörű gól, bravo. 2-3-ra alakítja ezzel az állás, még mindig a Szegednél az előny. De hát, ha megnyugodnának a lányok, és vissza tudjuk szerezni a kezdeményezést. Ez gyönyörű volt.
Mézes Laura egy sima induló csellel, illetve a beállónak a nagyon jó keresztmozgásával a belső területünk, a 2-3-as közötti rész terület az teljesen nyíltá vált, és egy hátlőéssel vétette magát észre Mézes Laura. A második gólját szerezte már. Ismét egy technikai hiba. Borzasztó idegesen kezdte a mérkőzés a nálási csapat, és ismét sajnos egy gyors leronásból zicserbe került a Szeged, de hál' Istennek kapufára lőtték így, így marad az eredmény. Lányi próbált meg a 2-3-as között betörni balátlő pozícióból, de még jókor jött a szegedi falt, így csak 9-es, nem pedig 7 méteres. Kettes figurát mondja be Lányi. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz, egy átlövő befutás lesz két beállóra. Igen, próbálom megint ezt az átlövést erőltetni, ami nem biztos, hogy sikeres lehet. Igen, ez egy sárga alap lesz. Karacs Jászmin, a hajdonánási bal szélső, kapta a sárga lapot, a figyelmeztetést, de meg tudtuk akadályozni a Szegednek a gyors leronását, de most ismét felállt fel ellen fognak tudni támadni a szegediek. Egy hatalmas átlövés utána, ami kapufára ment ismét. A kipattanó labda sajnos nem a miénk lett, hanem a beállósé, de ő hál' Istennek mellé lőtte ezt a labdát. Igen, ez jó a Florától, mert második vagy harmadik technikai hiba, ez most belemenés volt sajnos. Próbálta 1-es-2-es között betörni. Nagyon kapkodó a játék, próbálja mind a két csapat ráerőltetni a másikra a gyors leronást és a nagy iramot. Eddig azt gondolom, hogy sajnos a Szegednek sikerül jobban. Sajnos mi hibázunk többet, már a Szegednek is volt már 2 hibája, egy labdaeladása, illetve egy kapu mellé lőtt labdája. Flóra, bravo! Az előbb is ugyanezt próbálta meg eljátszani, hogy az 1-es-2-es védője között próbált meg betörni kifele. Ha belép a szélső, akkor ki tudja adni a jobb szélső Paul Brigittának a labdát, aki zicsert lőhetne, de most nem lépett be a szélső, így be tudott menni a két ember közé, 7 méteres. De Lányi kihagyta az elsőt, de már így akciógólnak számít, Lányinak a második gólja. Lukács Nóra megint bemondta a mozgást. Ismét. Jól faltoltuk meg, és jól akadályoztuk meg a Szegednek a mozgását. Ez egy beálló léptetés kereszt lett volna, de Lány jól megfaltolta a beállót, így nem sikerülhetett nekik, így még egyszer tudnak próbálkozni vele. Ismét kapufát. Ez már a harmadik kapufája a Szegednek. Ezt most Mézes Laura lőtte. Dudás Georgina ugrott föl, és abból szeretett volna egy paszt végrehajtani, de sajnos ez is pontatlan volt. Nagyon-nagyon idegesek a lányok. Meg kellene próbálni tényleg megnyugodni, és nyugodt támadás szövegetése. Bravo! Gyönyörű közbelövéssel. Fábián Nóra alakítja 4-4-re az eredményt. Bravo, ezt kell nyugodtan, türelmesen meg kell várni a helyzetet, és abból meg kell próbálni ezeket az átlövéseket végrehajtani. Hogyha nincsen kidolgozva a figura, illetve nincsen kidolgozva a mozgás, akkor nagyon nehéz lesz ezt a falat átlőni, hiszen hatalmas játékosokra van szó. Igen, Dudás egy kemény kilépővel, 2 perces. Sajnos ember előnybe kerül a Szeged csapata. Meg kellene próbálni nagyon sokat oldalazni.
Molnár András mondja is a csapatának, hogy ez egy lehúzásos játék lesz, és a balra próbálják meg kihozni a figurát, és sajnos sikerül is nekik. 26-os Mézes Laura már harmadik gólját szerzi, és ez egy ismételten 2 perces kiállítás lesz. Paul Briginél elkésett a belépéssel, ezért csak oldalról tudott vele ütközni. Így ez sajnos megint egy 2 perc. 2 ember hátrányba kerül a csapat. Ha jól látom, egy olyan 10,5-nél állították ki Paul Brigit, úgyhogy 12,5 percnél leszünk meg 6-an a pályán. Ezt ki kellene nagyon húznunk, mert itt most nagy bajok is lehetnek, hogyha 4-6 ellen nem sikerül gólt vagy gólokat elérnünk, vagy hát legalább, ha nem, azt nem is sikerül elérni, de legalább jól kellene védekeznünk, és minél kisebb deficittel megúszni ezt az a 2 ember hátrányos szituációt. Ugye ez nagyon szép mozgás volt. Gyönyörű szép zicát lőhetett Rosszierről. Fábián Nóra nagyon szépen megcsinálta a helyzet társának. Ő sajnos kihagyta az zicát. Láthatják a kedves nézők, hogy 4-6 ellen sajnos nem is nagyon van ötletünk, hiszen ez a játék szituáció az egyik legnehezebb a kézlabdában. Ismét a beállót tudják megjátszani, gyönyörű védés Szabó Viktóriától, bravo! Ez nagyon nagy szükségünk volt rá ebbe a 2 ember hátrányos helyzetbe. Hogy ne tudjon elhúzni a Szeged csapata. Fél perc múlva már egy játékossal többen leszünk a pályán, addig még ki kellene húzni faltokkal, rá kellene törni jól a falra, és faltokat kierőszakolni, nem pedig lövésekbe belebocsátkozni. Fábián. Ismét egy lövés. Sajnos meg nem talál kaput, de legalább már csak egyes egyben hátrányban maradjunk. Gyönyörű, bravo! Szabó Viktóriának ismét egy hatalmas védés mutatott be. Ezt a 2 ember hátrányt úgy néz ki, hogy egy góllal megússzuk, hiszen már, ha jól látom, már ki is egészültünk. Szió Flóra vissza is jött a pályára. 6-6 ellen folytatjuk ismét a küzdelmeket. Beálló léptet, és abból egy üres helycseréből. Flóra, ó, de gyönyörű gól volt, bravo! Azonos kéz, azonos lábról, ütemtelenül. A védő mellett, nem pedig fölötte. Ez lehet a megoldás ezzel ellen, a nagy, ellen, nagy fal ellen, hogy a védők mellett próbáljuk meg megtalálni a réseket, és új kapuba juttatni a labdát. Bravo Flóra, ez nagyon szép lövés volt. Jó falt. A 26-os Mézes nagyon aktívan támadja a falat. Sokadik próbálkozás, és hát nagyon aktív is, hiszen 3 gólt már lőtt. De most sikerült, hál' Istennek, jól megfaltolnunk, és nem tudta kapuba jutatni a labdát. Jó védekezés, kezd összeállni a védekezésünk is, remélem nem kiabálom el, de több faltot el tudunk helyezni most már a szegedi játékosokon. Így nem tud annyira folyamatos lenni a játék. Passzív. Passzív játéknál kiugrottunk a falból, és a beállót ismét megtalálták. A beállós is nagyon aktívan játszik. Lehmann dobó Andreának második gólja. Üres helycseréjét követően próbálj balszére kijátszani a labdát. Ó, de gyönyörű gól volt, bravo! Nagyon szoros a mérkőzés, de ezt is vártuk előzetesen is ettől a két csapattól. Molnár András is ezt próbálja most súlykolni a lányoknak a védekezésnél, hogy egy kilépő legyen, és aki mögötte van, ő pedig próbáljon rázárni a bálóra.
ez messze fölé ment ez a lövés, úgyhogy most visszalegethetjük megint a támadásunkat. Leoranásnál egy 3-8-as keresztmozgásnál próbáljuk gyorsan meglepni a csapatot. Megint egy felelőtlennek gondolnám ezt a lövést. Nagyon hektikus ez az összecsapás. Mind a két csapatnak sok technikában jellemző a játékát. Főleg ezt a leronásban vehetjük észre, hogy sok a labdaellenás és a közvetlen rossz indítás. Bírónak a második helyzete is kimaradt sajnos. Picit úgy érzem megint, hogy ez egy belekényszerített helyzet volt. Nem biztos, hogy el kellett volna válna, inkább a türelmes támadás szövegedés mellett kellett volna talán dönteni. Most hetessel bekerül a pályára Tószegi Krisztina, aki a Hódmezővásárhelyi csapatából igazolt a Szegedre. Ő is egy nagyon magas játékos. Mézesnek ez már a negyedik gólja ballátlő pozícióban. Fábián egy hatalmas kapufát lőtt. Próbálunk rendezetlen fal ellen eredményesek lenni. Eddig még nem nagyon sikerült, de talán ez előremutató lehet, és jó lehet a játékunkat illetően. Flóra nagyon szépen meg rátört megint a falra, 1-2-es közé, és most a Paul Brigitta visszakerült a pályára, aki értekesítette is a helyzetét. 7-7 a 17. percben a mérkőzés állása. Tószegi Krisztina meg is szerezte az első gólját. Azért próbáltam kívánni egy picit, elnézést kérek a kedves nézőktől, de próbáltam megfejteni, hogy mi alakulhat ki ebből a játékból. Elég sok keresztmozgást próbálnak végig csinálni a szegedi játékosok, akár a szélsőt is fölkanyarítva a jobbátlő pozícióból. Most a jobbátlő pozícióba viszont már bekerült középirányítóba a Tószegi, aki jobb kéz fele nagyon jól cselezett, induló csele és a belső hármasaink között elég zavartalanul tudja megtámadni a kaput. Ott elég sok gólt szereznek, illetve a balátlő pozíciójából. Ezt a védekezési szisztémánkat egy picit fel kellene keményíteni, szilárdítani, hogy több ütközés elhelyezni. Jaj, de szép bejátszás volt. Bravo! Paul Brigi nagyon ügyesen fejezte be az akciót Lányi Gabriella bejátszásából. Ez egy szép, okos támadás volt. Ezek lehetnek a megoldásaink. Befutásos játék, hiszen tényleg, amit már többször is elmondtam önöknek, hogy magas csapatról van szó, és átlősebből talán nem biztos, hogy átlősebből fogjuk tudni őket megvenni, hanem ebből a befutásos, sok cselezős játékkal lehetünk eredményesek. Egy előütetés keresztel, ismét a Tószegi kerül be középre, ez lépéshiba volt. Gyors indítás Paul Briginek. 2 méteres következik. Bravo, bátran elvállalta a jobb szélről a közvetlen indítást, be is kellett vinni bátran. Átvehetjük most a vezetést. Fábián készül a 7 métereshez. Kettő lövőcsel után szépen elhelyezte a kapuba a labdát Fábián. Azt hiszem most veszhetünk először a mérkőzésen 9-8-ra. Ez igazából nem is nagyon számít, a végén legyen egyel több gól a nevünk mellett, és azzal már elégedettek lehetünk, hiszen akkor már bezsebeltük a képpontot, de hát az még nagyon messze, hiszen még 40 perc van hátra a mérkőzésből. Igen, a Dudás nagyon jól lépett ki most a falból, hármas pozícióból, és a Mézes meg tudta szépen faltolni. Igen, labdacsapdáztuk a Tószegit, ebből tudunk egy közvetlen indítást elvállalni. Egy nagyon kisodorodott helyzetből gyönyörű szép gólt szerzett. 17-esen Karacsi Jászmin időt is kért a szegedi csapat. Együttesen hallgassuk meg az időkérést, mi hangzik el a két csapat házatáján.
a leggyengébbek, ahol legerősebb a védelem. Tessék összeszedni magad, és akkor semmiféle probléma nem lesz, jó azok a távolba, tehát jó, hogy így kivédekezel. Ha kérdekezni, érkezik belül, akkor jó a csinti lépés, hogy tartsd meg azt a beállót, és előzzel meg, és ezzel a pontos, hogy éppen az átlódásra. Ez egy picit ugye feljön nullára, hogyha csináljuk. El kell forgatni, hogy ne balra csináljuk a súlypontokat, hanem csináljuk jobbra, csőd, bármit. Jó? És akkor, hogyha Kriszti megkapja, akkor neki fele induljál. Egy picit támad meg ezt a hármast, és ne lépje be annyira kilencesen, és a Lola pedig futócsellel kifelé, és abból jön ide szűket. Az Andi ugye valahol itt helyezkedik el, megtámadom, megpróbálom leválasztani, vagy lövés, vagy bemegyek, és a Kriszti utána visszahelyezkedik ide, jó? Hogyha megy tovább a lehúzás, akkor kettes egyes között. Az a baj, hogy megcsináljuk a kereszteket, meg egyebeket, és a másik átlövő, tehát mondjuk balra csinálják, akkor a jobb oldali, hátul marad. Követni kell, csajok, meg ki fellépnek, és futócsellel mellé kell menni, követni kell a támadást, ne állj! Meg ne elviszem állj. Őket a falból, jó? Akkor a hely van, mint a ház. Több kell, több zsuga kell, gyors is fel, hogyha megvannak a mozgások, és abból utána az üres területeket keresem. Oké? Okay? Kőkemény cselezések, akár kifelé, gyerekek, elmaradt, minden jön befelé, kifelé! Védekezésről csak annyi, megcsinálják ugyanúgy a rövid kereszteket, vagy balba, vagy jobbra. Kettes hármas között áll a beálló. Ahogy eljön balról a labda, dobja le a hármas, ne foglalkozom, mert kettes lépje, már jön, ne szakítson középen. Gyerünk, lányok! Te vagy mellettem, Krisz, kettőbe, ugye? Időkérés után próbáltam belehallgatni Molnár Andrásnak a szavaiba. Sajnos a vendégedzőt nem nagyon tudtam hallani, mert ők messze vannak tőlünk. De Molnár András arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy itt a 2-3-as védő pozíciójában Dudásnál és a lengyel Leonettánál mindenképpen felhívta arra a figyelmet, hogy az ütközésnél egy ember lépjen ki ütközésre, és a beállóra pedig próbáljunk meg visszazárni, és ne ketten ugráljunk ki a falból. Azt mondta ő is, hogy a 2-3-as pozícióban vagyunk a legerősebbek védelembe, eddig legalábbis ez volt, de most ott vannak egy pici problémák, ezt kell úgy látszik rendbe tenni. Dudás nagyon szép kilépésével meg is tudta akadályozni most a Tószegi Krisztinát abban, hogy gólt szerezzen, és nagyon látszódott, hogy most a lengyel jól vissza is maradt a beállóra, így nem tudtak neki most bejátszani. Annyi változás láthatunk még a védelmünkben, egy keresztmozgás követően a Szeged játékánál nagyon szép védekezés, bravo! Ugyanígy ilyen faltókkal kell megtördelni a Szeged játékát, és ezzel tudjuk őket elbizonyítani. Eddig ugye teljesen szabadon tudtak kapura lőni. Szóval azt a változás lehet most látni a pályán, hogy 25-össel Fábián próbál egy kicsit kihelyezkedni a 26-os játékos Mézes Laurára, hiszen ő az első fél idő, első 20 percében nagyon megszólt bennünket, ugye 4 gólt szerzett, és ezzel teljesen féloldalasát tudjuk tenni a Szeged játékát. Rendezetlen védelem ellen Tudás gyönyörű gólt szerzett átlövésből. Most sikerült úgy előnünk a labdát, hogy nem a legmagasabb játékosok felett, ez már is sikeres tudott így lenni, és így már 3 gólra vezet a hajdonállás a Szeged ellen. Igen, ennek a játéknak ez a veszély, hogy egy picit kihelyezkedünk a nagy átlőkre, akkor mögötte megnyílik a terület, és a szélső befutásokra nagyon oda kell figyelni. Vagy a szélsőnek szólni kell a kilépő átlőnek, hogy védekező kettes védőnek, hogy zárjon vissza, vagy pedig végig kell kísérni a befutó szélsőjét. Erre látunk egy példát, hogy egyik sem történt, most meg ezért szabadon tudott lőni az ellenfél játékosa. Ismét egy pontatlanság a játékunkban. Ezt könnyörtelenül kihasználja az ellenfél, és indításból 5 gólt szerzett. Természetesen Mézes Laura volt az, aki ismét gólt szerzett, már 5. gólját szerezte. A Meli csapat 10 góljából 5 gólt ő szerzett. Nagyon aktívan kezdte a mérkőzést. Keresztmozgás követően ismét a Fábián vállalt el, de megint ez ilyen kényszer megoldásnak tűnt. Ezt mondja András is neki, hogy bátrabban el kell vállalni. Nem ment oda igazából, nem volt lendülete, szinte helyből, azonos kéz, azonos lábról próbálta meg átlőni ezt a falat. Ez nem is sikerülhetett. Thank you.
Nagyon jó védekezés volt. Igen, a lengyel egy gyönyörű szép labdaszerzés követően nem vette észre a társát, és nem egyből indított el a labdát, hanem labdaleütéssel így gyorsan visszajöttek rá, és tudtak rajta egy faltot elkövetni. Így teljesen megakadályozták a gyors gólunkat és a könnyű gólszerzési lehetőségünket, úgyhogy most megint a felálltfal elleni játékot kell valahogy egy picit attraktívabbá tennünk. Így kétszer indulás volt, igen, labdaszerzés után malánrás időt is kér. Látja, hogy nem működik ez a támadás, és ezt muszáj rendbe tenni. Tényleg egy teljesen jó játék volt, erre mit csinál a Gabi? Itt van előttünk, helyzet ide átkozolni, hogy véletlen be tudjuk fejezni. Egyetlen lőtt, az kellett volna, amikor a százat játszunk, teljesen jó játék volt, ugye? Csak meg kellett volna fogni a labdát. Elsőre jó volt, Gabi fog jönni, Jim megy a bal átlövő helyére, irányít jobb átlövő, bal kettőt, jobb kettőt védekezik, jó? Menjünk bátran előre, most már nem kell elkezdett védekezni, csak jó lenne, hogyha ebből tudnánk futni, gyereket. De így bajba kerülünk, ha ők futnak ránk és labdákat ejtünk el. Megvan a védekezés. Menjünk, próbálj meg kivédekezni, ez nagyon jó. Még mindig picit zártabban, ne csúszhatok el egymást talán nekivel. Az végjátékot úgy zózzuk le, hogy Szinti lemarad, Nórika lesz a bal szélső. Bal átlövő a Kriszti, irányító alól a, jobb átlövő a Viki, visszamegy. És nincsen cserénk, igen, de a végjátékot viszont kőkeményen. Próbáljuk meg megfordítani a mérkőzést, minimum X. Úgy kell fordulnunk a másik. Molnár András felhívta a csapatnának a figyelmét arra, hogy próbálj meg a beálló zárásába belemenni, és ott megpróbálni emberelőnyös helyzeteket kiharcolni, és ott a két ember közé bátran bemenni, és úgymond egy tolódásos húzással bemenni a két ember közé. Míg védekezésben már kiemelt, hogy a védekezés kezd összeállni, és a Netti jól védekezik most már hármasban, csak abba kell megpróbálni bátran leronásokat végrehajtani. Bravo! Nagyon szép volt lőtt ismét a Karas Jászmin. Megint egy kisodródott helyzetből szép gólt szerzett. A Szeged is átszervezte a játékát. A Tószegi jött át balátlőbe, és a Mézes Laura került be középirányítóba. Két nagyon potenciális lövő játékos került ki a átlő pozícióba, de most Dudás nagyon jó faltot mutat be. Sikerült leszorítani a falunkat, és ebből egy átlövés góllal a Tószegi a bal átlőből, az az igazi poszt, hogy neki nem a jobb átlő, látszott is, hogy egyből otthonosabban érzi abban a pozícióban magát, és bátran is vállalt a lövés, és a hosszú alsót ki is lőtte. Második gólját megszerezve ezzel. Picit pontosabban lányok, mert ismét elveszítjük a labdát. Ezekből a helyzetekből kellene a lehető legkisebb számot előhoznunk, mert ha sok technikai hibát fogunk bemutatni, akkor amit András is kiemelt, hogy ha ő fognak ránk rohanni, és ő fognak folyamatosan támadásokat szervezni, az nekünk nem lesz jó. Az nagyon nem néz ki jól, hogyha lengyel Leonetta megsérül, és úgy néz ki, hogy le is kell jönni a pályáról, mint a megcsavarodott volna a térde a védekezésnél. 13-as a Mekes Mónika kerül be a 3-as pozícióba. Láthatják a kedves nézőink, hogy nem túl magas azért a falunk. Ilyenkor ez kell, hogyha nem túl magas a fal, hogy minél magasabbra kilépni, akár 9-10 méterre is egy gyors faltot bemutatni, mint ahogy most is, de azért ebből is sikerült azért előnie a labdát a Mézesnek, de Istennek kaput nem talált belőle. Hármasra darabos Erika került a pályára beálló pozícióba.
Dudás most a bal átlövő. Fábián, Zihor. Szélső felkanyarítás, Zihor kerül vissza átlövő pozícióba. Nem vette észre a befutó Paul Brigittát, pedig már egyszer leadták ezt a mérkőzésen, ezt a figurát, akkor sikerült bejátszani, most pedig az átlövő is választotta. Nem is indokolatlanul, mert meg volt a hely, kapufár talált el a Dudás, de sajnos nem sikerült gólba lőni a labdát. Elég gyorsan eltelt, kedves nézőim, ez az első félidő. Már csak 3 perc van hátra, 12-11-re vezetünk. Jó védekezés Mekestől, egy végtelenül fiatal játékos, de nagyon bátran és küzdelmesen játszik a hármas védő pozíciójába is. Ügyes védekezéssel vétheti magát észre. A bejátszás lett volna, de ebből megszereztük ügyesen a labdát. Jászmi ismét zicserbe, sőt könyörtelő kihasználja, nagyon-nagyon ügyesen használja ki a helyzeteit. Eddig, ha jól emlékszem, nem is volt rontott lövése. Erre oda kellene nagyon figyelnünk, ráadásul 2 percet is kapunk. Flórát kiállítják 2 percre, nem értünk egyszerűen vissza a lerónásból, pedig hát igazából csak a bal oldalunk indult. Ez egy picit értetetlen volt, hogy hogyan tudták ilyen gyorsan ránkozni a labdát, és ebből egyből egy gólt, és sajnos 2 perces is kaptunk. Ez a lehető legrosszabb üzlet, amikor gyors gólunkra, gyors góllal válaszolnak, és meg ráadásul kis kiállítást is kapunk. Ugye megint ember hátrányban, folytathatjuk a játékot még 2 percig. Ezt nem nagyon értem, ez gyönyörű szép cseh volt. Ez egy 7-es 2 percet megért volna, de Rontó Ádám, az alapvonali játékvezető nem úgy gondolta most. Lányi ismét a pályán. Lányi, Fábián. Lányi, gyönyörű szép lövés, bravo. Azonos kéz, azonos lábbal, megint a védők mellett, amit Molli is kiel... Eszméletlen, bátran megy be a Mézes Laura, két ember közé, saját testi épségét sem kímélve vetődött be a két ember közé, és a gyors gólunkra és az ember hátrányos gólunkra sajnos góllal válaszoltak, de még ez mindig jó üzlet, hiszen egy-egyre állunk ebbe a 2 perces hátrányba. Paul Brigi ismét gyönyörű szépen megvert a beleálló védőt. Az előbb is ugye megpróbált ezt eljátszani, de akkor nem kaptunk ugye semmi 7 méteres, sem 2 perces, de most nem is kellett, hiszen most gólt szerzett. 15-13, még több mint 1 perc van hátra a fél időből, meg kellene próbálnunk gól nélkül kihúzni, bár nagyon nehéz, hiszen még 40 másodperc van hátra az ember hátrányból. Keresztmozgással bal szél próbálják lehúzni a labdát. 77-essel Lukás Nóra szép gólt szerez bal szélről. De hát ugye ember előnyben voltak, ez ugye törvényszerű, hogy valamelyik oldalon el kell, hogy fogyjunk. Ilyenkor az bravó lenne, ha esetleg a kapus tudna védeni, de hát itt ugye akkor a szögből tudott felugrani a balszes, hogy ez tiszta zicser volt számára. Fél percet tölthetünk még el a Szeged kapuja előtt, 4 másodperc múlva meg is vagyunk, hogy azt talán meg kellene várni lányok, és abból szőni egy jó támadás, és abból egy gólt szerezni még. Igen, 20 másodperc még van hátra, erre hívja fel Malánalás is a figyelmet a lányoknak. Passzívra feltették a játékvezetők a kezüket. Van még 4 másodperc, gyerünk lányok, védekezzük ki, ne kapjunk gólt. Jó. 15-14-es első félidőt követően hazai vezetéssel vonulhatunk szünetre. Azt kaptuk szerintem ettől az első félidőtől, amit előzetesen is vártunk. Mindkét edző kiemelte azt, hogy ez egy nagyon kiélezett mérkőzés lesz. Nagyon nagy örömet vár el mind a két edző a saját csapatától. Próbálnak minden helyzetből futni, középkezdésből, szerzett labdából, és gyorsan átjátszani a pálya közepét, hogy minél hamarabb kapu elé tudjanak kerülni, és abból gyors gólokat, könnyű gólokat tudjanak szerezni. Azért női mérkőzésen ez a 15-14-es eredmény, 29 gól, az nem is olyan kevés, úgyhogy ezt hülyen tükrözi az eredmény is. Gyors játékot, ebbe persze több hiba is belekerül, de hát bízunk a jó folytatásba és a hazai győzelemben.
Keres egy minden téren megfelelő és kielégítő műszaki szaküzletet, akkor irány a Csiszer Kft. Televízió, tablettek, mobiltelefonok, számítástechnikai kiegészítők, kávékapszulák, mosógépek, ruhaszárítógépek, hűtő- és fagyasztógépek, gáz- és kombinált tűzhelyek, kisháztartási gépek nagy választékban. Színben, méretben, formában nálunk olyat talál, amilyet csak akar, és minden mást, ami műszaki cikk. Keresse Hajdú Nemes műszaki szakáruházát a Széchenyi körút 36 szám alatt. Szaladgálás. Felesleges papírmunka helyett nyisson ügyfélkaput, és intézze otthonról adóügyeit. Az ügyfélkapu mindig nyitva van. Sőt, 2017-től kézbevallása is ügyfélkapun érkezhet a NAV-tól. Készült a Nemzeti Adó és Vámhivatal megbízásából. Te is a Nánási Foci Suli nagy családjának a tagja. Gyere, iram, és rengeteg ütközés fönt. Jó, na gyerünk, kettárom! Nálás! Gyerünk, gyerekek! Gyerünk, hamarosan kezdődik a második félidő, aki esetleg most kapcsolódna be a mérkőzésben, Hajdú Nemes Szeged női NB1B keleti csoportjának első mérkőzését láthatják a tavaszi szezon során. Félidőben 15-14-es hazai vezetéssel vonulhattunk félidőre. Az első félidőt összegezve egy picit
tényleg nagyon rohanós játékot láthatott a nánási közönség. Mind a két csapat próbálta meg a gyors középkezdésből, illetve a labdaszerzésekből is a pályának a gyors átjátszását, és ebből minél hamarabb a kapu előtti teret megtámadni, és abból eredményesnek lenni. Tök kisebb-nagyobb sikerekkel, hiszen azért a két csapatnál lehetett felfedezni technikai hibákat mindkettőnél, illetve hát többet inkább a nánásnál, én azt gondolom, hogy 5-6 technikai hibá is becsúszott ebbe a játékba, míg a Szegednél picit kevesebb. Ezt kellene nálunk még alacsonyabb számra letornázni, és akkor azt gondolom, hogy nem lehetne baj, de ez a szegedi csapat egy nagyon masszív kis csapat, és ebből is látszik, hogy ebből a lövésből, amit Tószegi Krisztina eresztette, hogy ők annyira magasak, hogy minden átlövés nagyon veszélyes, amit kapura ejtenek, de Dudás gyönyörű szép átlövés góllal a rendezetlen védelem ellen ismét sikerült eredményesnek lennie. Ez már a második gólja, és a második ilyen típusú gólja, amikor gyorsan megtámadja a falat és próbálja átlövéssel eredményes lenni. Aztán gyorsan jön is a válasz Lelki Viktóriától, aki a házi góllövő listán nagyon előkelő helyet szerepel első fél évben. 40 gólt lőtt 13 mérkőzés során. Ez a csapatot illetően az jellemzi őket, hogy azért elég kiegyenlítetten szerzik a góljaikat. 7-8 játékos is 20 gól fölött van a csapatban. Ez azt jelenti, hogy azért elég kiegyenlített a csapat, és nem egy játékosra épül. És azt gondolom most, hogy nem is hülyen tükrözi a csapatnak az eredményét, az, hogy 2 pontot szerzett eddig ez a szegedi csapat, mert egész jó erőből állnak. Jó, hát nyilván az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy fél időben, tehát télen azért megerősítették valamelyes ezt a keretet. Ismét próbáltunk egy átlőssel operálni test mellett, ez már az első fél időben azért többször eredményt hozott, de most sajnos a szegedi kapus nagyon jól védett. Védekezésben most próbálunk egy picit előrébb jönni a Mézes Laurára, aki ebből befutott és megint leszorították a falunkat, és a hihetetlen magas Lelki Viktória második gólját szerzi meg a második fél időben. Ezzel ő mosszolt másodjára hozzá a mérkőzéshez. Eddig őt próbáltuk távol tartani a falunktól, illetve a kaputól. Eddig sikeresen, hát reméljük, hogy nem most fogja elkapni a fonalat, és veszi most át a Mézes Laura szerepét, aki az első fél időben volt nagyon eredményes ellenünk. Figyelmeztetés a Lehmann dobó Andrea részére, aki a meszúzás miatt figyelmeztették. A sárgalapot mondjuk szerintem megért volna, második fél időben már ilyenekért azért nem szóbeli figyelmeztetést szoktunk adni. De egyébként a játékvezetésre egy szavunk nem lehet, hiszen nagyon jól fújják a játékvezetők a mérkőzést. Hú, ismét átlövés gól Fábiántól. De most azzal a különbséggel azért, hogy nagyon jól megmozgattuk ezt a falat, és próbáltunk két ember közé jól megpróbálni betörni, és egymásra hozni úgymond a védőket, és így lehetett helye a Fábiánnak. Ez egy szép lövés volt, és szépen talagra eleresztette a labdát. A Mézes egyszerűen nem tudjuk tartani ezen a mérkőzésen. Már a második 2 perces kiállítást harcolja ki, illetve 6 gólt is szerzett már. Nagyon érdekes, hogy eddig ő egyébként az első fél évben az őszi küzdelmek során 20 gólt szerzett, tehát nem volt úgymond nagyon kiemelkedő a gólszerzési tevékenysége. Bár mondjuk azt is hozzá kell tennünk, hogy nem sok meccsen játszott, úgyhogy revidiálnom is kell magam gyorsan, mert tényleg csak 3 mérkőzésen játszott, viszont azon 20 gólt szerzett, szóval akkor mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon nagyon gólerős játékos, de ezt mutatja is ezen a mérkőzésen, most is ő támadja a falat, és alig tudjuk tartani. Nagyon jó védekezés, nagyon jól megyünk labda fele, és labdás is tudunk szerezni. Nagyon szép volt Flórától ez a labdaszerzés. Próbáljunk most lekapkodni, és
Flóra nagyon szépen meg is fogja ezt a lerolnást, rendezetlen védelem elleni támadást és egy felállt elleni támadást próbálom meg kialakítani, abból pedig egy helyzetet. Harmcacsa Csicsószki Dóra kerül fel a pályára, akit ismét köszönhetünk a hajdúállás színeibe. Ő hajdúböszörményből jött vissza, és próbálja erősíteni a csapatot. Én azt gondolom, hogy ő mindenképpen egy erősítése lehet a csapatnak, hiszen ő végtelenül intelligens és jó játékos. Lányi gyönyörű szép egy az egyezéssel megverte a Velki Viktóriát, és 7 méteres harcol ki. Ez kell türelmesen oda menni a falhoz, egy az egyezni, ha nem sikerül, akkor tovább játszani, és türelmesen nem pedig felelőtlen átlőéseket vállalni, hogy abból átdobják a fejünk fölött, és gyors gólokat kapjunk. Dudás. Szép. 7 méteres értékesítette Dudás, úgyhogy már 2 góllal vezet a hajdúállás 18-16-ra. Nem láttam pontosan az eseményeket, elnézésüket kérem, de a versenybíró Puszol Lajos úr jelezte, hogy talán rosszul cseréltünk, és emiatt még egy embernek le kell jönni a pályáról. 12 másodpercig kettős ember hátrányba fogunk játszani. Hogy ez nagyon rossz kölyött erre, oda kellene nagyon figyelni az ilyen apróságokra, amik ugye annyira természetesnek kellene, hogy legyen, hogy hibának sem szabadna lenni ilyen mérkőzésen, de hát nyilván azért vagyunk emberek, hogy hibázunk, de ez nagyon megbosszulja nagyon magát. Gyönyörű szép védés, fejjel. Szabó Viktória egy picit meg is szélült, meg is állítják a játékvezetők az órát. Természetesen semmi szándékosságot nem lehet ilyenkor feltételezni a játékostól. Én legalábbis azt gondolom, próbálta a lehető legjobb helyen előni a labdát, és az, hogy már az a mai kézlabdának már igenis a sajátja, hogy próbálják a játékosok a lehető legtöbb területet megtalálni a kapusok mellett, alatt, fölött, és hát ugye ez a fejterület is egy olyan terület, ahol próbálják a játékosok elhelyezni a labdákat. Ilyenkor ez benne van a játékban. Szabó úgy látszik felpaprikázt ez a fejlővés, hiszen egy nagyon szép átlövés védéssel vétette magát megint észre, úgyhogy 4-6 ellen nem sikerült a Szegednek gólt szerezni a kettős ember előnybe, úgyhogy ez mindenképpen erőt adhat nekünk a folytatásra. De már is csak szimpla ember hátrányban vagyunk. Ez kell, oda kell menni a falhoz, egyezni, semmi gond. Ő azért adott, hogy védekezzen, te pedig azért, hogy támadj, úgyhogy bátran oda kell menni, szép volt Gabi. Jó, abszolút kapura törően játszunk. Szerencsénkre ez a labda most nálunk maradt, úgyhogy a játékvezetők sem mondhatják azt, hogy nem vagyunk aktívak támadásba, így nem vehetik el passzív élet a játékot. Ó, kit szerencsénk is van. Az átlés lepattanó labdát a Fábián összeszedte és zicserbe tudott kerülni. Sajnos már érkezett, ezért 7 méteres, ezért nem adják meg a gólt. Dudás ismét a 7 méteresnél. Kapus cseréltek. Sajnos sikerrel. Ez pedig nagyon nagy szükségünk lett volna erre a gólra. Minden gólra nagy szükség van, de ez lélektanilag fontos lehetett volna, hogy 3-mal el tudjunk menni a Szegedtől. Passzív játék. Ha jól látom, a játékvezetőnek fönt van a keze. Passzív jelre kell levenni, Spori, mert ez a 6 passz már régen letelt. Alapvonul a játékvezetőnek már legalább egy fél perce fönt van a keze. Nem értem a Rontó Ádámot, hogy ő ezt miért nem érzékelte. Lehet nem látta, nem nézett a másikra. Most már mindenképpen lőniük kell a szegedieknek. Nem fog beleférni passz. Látták, kedves nézőim? A Mézes ismét egy átlövés gólt lőtt. Kiszorított helyzetből, passzív játéknál ezek is nagyon demoralizálók. De még mindig mi vezetünk, úgyhogy nyugodtan szövegethetjük a támadásunkat.
hátlő irányító helycserével. Dóri kerül be középre, és ebből próbált egy jó csellel magára vonni a két védőt, és abból egy pontos paszt végrehajtani, de sajnos ez nem sikerült. Hú, de gyönyörű játék volt, bravo Dóri! Nagyon szép volt, ugyanezt játszott el, ők Erikával nagyon ismerik egymást, már régóta együtt játszanak. Nyilván az most, hogy Dóri elkerült Hajdúböszörményben játszani, az csak egy átmenedő időszak volt, most visszakerült Hajdúbás, és látszódik is, hogy mennyire jól megértik egymást. Gyönyörű gól Dudástól, gyorsan zajlanak az események. A gólunk után, amit Darabos Erika szerzett, gyorsan próbált meg a Szeged gólt szerezni, és időt is kértek, úgyhogy hallgassuk meg, hogy mit mondanak itt az időkérésnél. Ide be fog nyerni középre, akkor történjen meg az, hogy innen gyere át, ezt próbáljuk megtámadni, és ezt próbáljuk eljátszani, jó? Oké? Okay. Kezdjünk-e kontrákat játszani, vagy az, amit beszéltünk, most is jó volt, utána visszajött az edzs, hogy ellenirányba menjen ki a beállós, és próbáljunk meg labdákat szeretni, nagyon fontos, hogy tudjunk rájuk futni, ez a legfontosabb. Hajrá gyerekek, ne tudjanak visszajönni! Nagyon gyere, hideg! Gyere, gyere, gyere! Kettárom, menj! Jó, elég, nagyon hideg! Próbáltam hallgatózni a Szeged időkérésnél. A Gál Adrián arra próbálta felhívni a csapatának a figyelmét, hogy ne aggódjanak. Hiába van három gólos erőny a Hajdúállásra, próbálják ugyanezt a játékot játszani, hiszen az eddig eredményes volt, és igazából most is eredményes, csak ugye a kapus védelme, vagy a kapus védéseink száma az egy picit megnőtt, és ezáltal ők egyébként jó játékokat végeznek, és a helyzeteik megvannak. Próbálják ugyanezt a játékot játszani, és ennek most megint megvan az eredménye, hiszen kiléptünk az átlő játékosra, és abból bejátszás történt megint. Aki le is maradt, de már most visszaér. Léman Dobó Andrea. Sisócki a kerülbe középre. Próbáltunk egy irányító átlő helycserével visszahúzni bal szélig a labdát. Dóri az ötös figurát mondja be a lányoknak. Lássuk, hogy mi lesz ez a mozgás. Hú, Porbigi! Végtelenül szemfüles módon megszerezte ezt a kipattanó labdát, amit a Karacsi Jászmin ejtett kapufára. Nem volt szerencséje, pedig egy nagyon jó elgondolás volt ez az ejtés, de pont Paul Brigittához, vagy hát arra pattan ki, úgymond. A színű tanoda volt igazából Velki Viktóriától, ez egy sima falt volt. Próbált eljátszani egy kétperces, de ez nem sikerült neki. Szóval Paul Brigitt volt annyira szemfüles, hogy megszerezte a védőjátékos előtt a labdát, és sikerült a gólba jutatni. Így megint három az előnyünk. Mekes Móni egyébként végtelenül jól védekezik hármas védőben. Muszáj őt kiemelnem, mert ahogy kiesett a lengyel Leonetta, szép védés. Szóval, ahogy kiesett a lengyel Leonetta, a védelmünk oszlopa ingolt meg ezzel a hármas védő kiesésével, de Mekes Móni nagyon jól megoldja ezt a védekezési pozíciót. Négy gólos előnyére támadunk most. Ez mindenképpen egy mozgás lesz, hiszen Darabos Erika kerül ki jobbszél, és Paul Brigitt pedig beálló pozícióra, úgyhogy valószínűleg ez egy helycserés mozgás lesz, ahol majd
Igen, a darabos Erika próbált befutni, ebbe próbált improvizatíve. Flóra jobb szélen egy cselezéssel helyzetbe kerülni. Marad ugyanaz a játék, ahogy látom. Roll, meg volt a hely, ott menni is kell be. Roll Dóri, bátran el kell vállalni. Vagy a szemfüles Dóri. Bravo, gyönyörű szép gól volt. Még nem állt fel a védelem, a két, a kettes és a hármas védő egymással beszélgetett, közben elvégeztük gyorsan a szabadulást, és Dóri ebbe a résbe ment be, és lőtt egy szép zicsert. Ebből ezzel négyre növelve a vezetésünket. Védekezésünk most nagyon hatékony. Látszik, hogy minden veszélyes játékosokra próbálunk kijönni. Fenn is van a játékvezető keze. És megint nem figyelünk a befutóra, a jobb szélső befutóra. Kitámadunk a balátlőre és az irányítóra egy olyan labdacsapdaszerűen. És ezzel nem figyelünk a jobb szélsőre. Ilyenkor kellene szólnia, hogy ki a befutó is. András meg is dorgálja a játékosait, hogy erre meg kellene, nagyobb figyelmet kellene szentelnünk, hiszen egy jó védekezésből próbálunk minél jobban kiszorítani az ellenfél játékosait, és egy figyelmetlenségből pedig. Dóri nagyon bátran megtámadta a falat, 19-es Velki Viktóriát egy az egyben megverte, ráugrott a falra, belővédekezés 7 méteres. Nagyon jól megtámadta a két védő közötti rést. Lányi jön a 7 méteres távvégezni, ugye a Dudás az előbb hibázott. Lányi gól szerez, bravo! Visszaállítja ezzel a 4 gólos vezetésünket. 23-19 a 14. percben. Tulajdonképpen a Mézes, Velki és a Tószegi Krisztina folyamatosan a belső három pozícióját változtatva, bal átlő irányító és a jobb átlő között folyamatosan cserélgetik egymás pozícióját, és ebből próbálnak meg minél változatosabban támadásokat szövegetni. Ebből hál' Istennek rengeteg hibát el is követnek. Ebből próbáltam még gyorsan indulni, de nekünk most azt gondolom, hogy talán az lenne a legjobb megoldás, ha szépen felálltva ellen támadnánk. Ez most sikerül is, és felálltva ellen fogunk egy nyugodt támadást végrehajtani a cserékkel. Erika feljön a belló pozíciójába, illetve Csicsóvszki pedig a balátlő pozícióba. Kettes figurát fogjuk játszani. Fábián bemondta a kettes figurát. Nézzük, hogy mi lesz ez. Az Ihor fut be két beállóra. Dóri ismét egy bátor megoldással. Egyes kettes között találta meg most a rést. És ismét egy 7 méteres harc volt ki. Nagyon-nagyon aktívan kezdte a második félidőt, ahogy felkerült a pályára, gólt, gólokat szerzett, bejátszást és 7 métereseket harcolt ki. Lányi pedig nem kegyelmez, a húzott alsót meglőtte, így már 5 góllal vezetünk. Por nagyon aktív, védő munkájának köszönhetően labdát szerzünk. Ez nagyon csúnya szabálytalanság volt a Velkitől. Ez egyértelmű 2 perc 7 méteresnek kell következnie. Így is van. A Velkit kiállítják 2 perc, és szerintem 7 méteresnek kell következnie. De ahogy látom, a Rontó Ádám már ott is áll a 7 méteres vonalon, tehát 7 méteressel következünk. Lányinak ezt be kell lőnie, és akkor 6 góllal tudunk vezetni a második fél idő felénél. Végtelenül lélektanulnak, ez végtelenül fontos 7 méteres következik. Sajnos kapufára lőtte. Sajnos kimaradt, pedig ez tényleg egy nagyon fontos szituáció lett volna, hogy a szegedi lányoknak még csak véletlenül se jusson eszükbe, hogy -6-ról felállhatnak. De hát reméljük azért,
kitartunk mi is a végsőkig, és most ember előnyben azért fogunk tudni ezen az eredményen még növelni, illetve a vezetésünket még hozzátenni egy pár gólt. Szeged ember hátrányba próbálja szövegetni a támadását, a beállóját küldte ki balszél, ebből valószínűleg egy befutásos játék lesz. Így is van, a beállót befutott, és a Mézes próbál egy az egybe megvenni a Flórát. Próbálták a Mézesre és a Zio Flórára kihegyezni ezt a támadást, hogy izolálni úgymond a Flórát, és hogy vele egy az egyezni tudjon. Ez nagyon nagy védés volt a Szabó Viktoriától, bravo! Két ember közé, mint két savajba úgy ment be, és tiszta zicsert lőhetett. Szeged játékosa, de hál' Istennek a kapusunk a helyzet magaslatán volt és kivédte. Még egy perc van az ember előnyünkből, ezt mindenképpen góllal kellene befejeznünk ezt a támadást. Hát nem jött jókor ez a technikaiba. Csizsóczki szépen látta meg Flórát, az üresbe befutó Flórát, de sajnos a passz ez most pontatlan volt, és egy picit a lábához érkezett. Eddig ez az ember előnyünk 0-0. Legalább egy góllal pozitívan kellene megpróbálni kijönni belőle, de már mindjárt le is jár az ember előnyünk, úgyhogy valószínűleg ezt már eltölti a kapunk előtt a Szeged. Kicsit passzívak voltunk ott ebbe a kettes védőbe. A Tószegit nem szabad ennyire egyedül hagyni. Egy az egybe ismét a két ember közé próbált a kettes egyes közé cselezni, csak most ezt góllal fejezte be, az előbb pedig kapusunk tudott hárítani, ezt már nem lehetett sajnos. Próbáltuk ezt a húzásos játékot most erőltetni, most pedig Fábián bemondja a mozgást, így van, játsszuk le a mozgás, a szokásos kettes irányító helycseréből, ehhez pontosabb passzok kell, ez nem volt láb, ez egy rossz játékvezetői ítélet, nem is tudom, ezen a mérkőzésen nem is akartam foglalkozni a játékvezetőket, eddig nem is nagyon kellett őket említeni, én azt gondolom, hogy nagyon jól fújják, kisebb-nagyobb hibákkal természetesen a hiba az ő játékukban is benne van, hát vagy az ő ténykerésükben is benne van, de ezt most elnézték egy picit, ez nem volt láb. Csicsóczkinak nem ért a lábához, nyugodtan folytathattuk volna a támadás szövését. Lépjünk túl rajta, 24-20 még mindig a hajdánás savára. Csak most a Szeged szervez ismét a támadást, de most a Mézes sikerül lesáncolnunk. Dudás nagyon jól lép ki a lövőjátékosra. Ez az első fél időben egy picit elmaradt, de most a második fél időben, már az első fél idő végén is azért voltak erre jelek, hogy a védekezés kezd összeállni a 2-3-as védőnél, de most a második fél időben kifejezetten jól működik. Azt gondolom, hogy kisebb-nagyobb hibákkal azért nagyon jól végzik a dolgokat Mekes és Dudás is a 2-3-as védő pozíciában. Ismét passzív a játék, de el is adták hál' Istennek a labdát, úgyhogy ha türelmesek maradunk, akkor most ismét 5-re növelhetjük a vezetésünket, és a 20. percben járunk már. Csicsószki kerül most középre, Fábián pedig a balátlő pozíciójába, Darabos pedig felért a beálló pozícióba. Ötös mozgást indítjuk el, a szokásos átlő irányító helycserét. Nem volt falt, mehet tovább a játék. Pobregi próbál egy az egybe elmenni. Kicsit hamar fújt most a játékvezető. Kettőjön lesz jobbra. Flóra mutatta a jobb átlő pozícióból most a mozgást. Őneké lesz a befutása. Passzív is a játék, úgyhogy mindenképpen rá kell törnünk a falra. Dóri meg is próbálta, még mindig passzív. Második passz számolja is, hát harmadik.
harmadik passznál járunk, és sarokdobás, még három passzunk van, ugyanis passzív játéknál most már 6 passz a megengedett, utána pedig el kell venni kötelezően a labdát a támadó csapattól. 5. passz. Ez a 7. passz volt, úgyhogy most már el is vett a játékvezető tőlünk. Mindenképpen egy kapura lövésre kellett volna befejeznünk, de legalább visszajöttünk a védekezésbe, úgyhogy ez is pozitív lehet a csapatnak. És Lukács irányít, 77-es sá. Lukácsot jól faltoltuk meg. Most a Mézes ment le balszélre, és a Lukács került fel irányító pozícióba. Nagyon ő se forgatják a csapatot. Pozíciókat igen, de nagyjából ez a 7-8 játékos játssza végig a mérkőzést, és most Tószeginek megint elsült a keze. Ez már a 4. gólja a mérkőzésen. Egy klasszikus átlőéssel vette be most a kapunkat. Szabó most el is ismeri, hogy ez az ő gólja volt, hiszen hosszúra lőtte a labdát bal átlő pozíciójából. Általában az a kapusnak a kötelező sarok. Oda kell mennie, hogyha még a sánc nem is tud nekünk segíteni. Molnár András időt kért. Jogosan úgy érzem, egy picit megállt a támadó játékunk 24 gólnál, pedig volt többször is lehetőségünk arra, hogy gólt szerezzünk. Időkérést hallgassuk. Következő a feladat, csináltuk egy egyszerűt. Ide jöjjön át, igen. Itt ezt te próbáld meg, az egy, itt van a két magas védőjük, ez zárja ki a darabos elcsit, erre a passzra. Ide próbáljuk meg az egy, bocsánat, egyel arrébb mentem. Tehát ezt zárjuk ki, és ide próbáljuk meg az egy-egyet megcsinálni. Ha nem, akkor utána Csicsó próbáljál meg azt, hogy ebből lejön a passz, mutasd ki a Zsuzsikára, és próbáld meg egy-kettő között bevinni. Jó? Gyerekek, nagyon-nagyon megálltunk, volt két lehetőségünk 5 gólnál, hogy ellépünk tőlük. Most bajba kerültünk, nagyon fontos, hogy gólt szerezzünk, mert kezdenek feljönni. Jó, ezt próbáld meg pontosan. Ha nem, akkor meg gyere föl, és tessék továbbra is megkeresni az egy-egyeket, mert ezt a két nagy belső hármas védőt lehet könnyebben megvenni, a másik két kettes az mozgékonyabb. Gyerünk, gyerekek! Ketterom! Nem! Gyerünk, gyerünk! Szegedet irányító Gál Adriennek volt több mondani valója a csapat részére. Molnár első picit hamarabb befejezte az 1 perces technikai szünet, adta lehetőséget. Gál Adrien arra hívta fel a csapatának a figyelmét, hogy a zárásokat próbálják megkeresni, és ott próbáljanak meg betörni. A szegedi játékosok ott zavart kelteni a védelmünkben. De nézzük most az 5-ös figurát, látjuk jobb oldalra. Sicsóczki megint nagyon szépen 2-es, 1-es között ebből a szituációból nagyon jól támadja meg ezeket a sávokat, és harcolja ki már, ha jól emlékszem, a 3. vagy a 4. mérkőzésen a 7 méterest. A Schwabian áll oda a 7-eshez. Szépen beleütte. 25-21, 4 góla vezetünk ismét. Elmozdultunk erről a 24 gólos eredményről. Ez egy picit kritikus volt, hiszen percekig nem lőttünk gólt. De most háthez megnyugtatja a lányokat, még 7,5 perc van hátra a mérkőzésből. Igen, el is lépte Velki. Bravo! Nagyon jó játékvezetői ítélet volt. Amit kér pedig a Gál Adrien, az megvolt, hiszen a Lehmann dobó Andrea a beálló pozíciójából a 2-es, 1-es között megvolt, és ott ő megpróbálta megzárni a 2-es védünket kívülről, és kifele kellett volna cselezni a Velkinek, de ő megpróbált ellentében ezzel befele cselezni, és ebből csinált ebből a technikai hibát. Por, nagyon szép volt lőtt jobbszéről, de itt a kulcs megint az volt, hogy a befutásos játékból Darabos Erika befutotta 2-es, 3-as közé, és abból adott egy paszt Csicsószki Dórának, aki egy kulcspaszt adott ezzel a jobbszélre, egy pattintott paszt a Paul Brigének, aki pedig
egy hatalmas szögből fel tudott ugrani jobbszerű, és gólt tudott szerezni. Visszaállt az 5 gólos előnyünk. Tószegi Krisztina ismét átlőéssel. És visszahúzta a rövid oldalra, ezzel most Szabó sem tudott mit kezdeni. De legalább ő elindult a hosszú sarok irányába, ezzel úgymond védve a kötelezőt. Minden esetre azt megállapíthatjuk, hogy Molnár András, hogy kikérte az idejét, ezzel meg tudta egy picit nyugtatni a csapatot, és ebből 2 gólt tudtunk szerezni. Igen, ez is jó megoldás lett volna. De minél több időt eltöltünk most már a Szeged kapuja előtt, ez annál jobb nekünk. És a Zsizsóczky ehhez kifejezetten alkalmas, hiszen ő bátran rámegy a falra és rátör. Gyönyörű szép bejátszás volt a Karacsi Jászmintól a darabos Erika felé. Erika nagyon hasznosan játszik, nagyon jól mozog az üres helyzetekbe, az üres szituációba, és nagyon jól megtaláljuk őt labdával. Ismét 2 perc, úgyhogy megint ember hátrányba kerül a Szeged csapata. 5 gólos hajdonlási előnynél 5 perc, 5 és fél perccel a vége előtt. Igen, a Tószegét nem tudtuk sajnos megtartani. Azért próbáltam egy picit kivárni, hogy 5-6 ellen mire lesz képes a Szeged. És hát azt csinálták, hogy egy befutásos játékból a Tószegi próbálták egyezni, hagyni az Ihol Flórával. És sajnos Flóra ugye az egész meccsen végigrobotolta már a mérkőzés, és az 55. percben azért egy ekkora termetű játékos nem törvényszerű, és nem elvárható már azért, hogy meg tudjon tartani, és kihacoltak ellen egy 2 perces kiállítást, így 5-5-be folytatjuk a mérkőzést. De hál' Istennek a Szeged annyira megvan már most zavarodva ebben az 5 gólos hátrányba, és ugye próbálják sietetni a támadás befejezést, hogy hibáztak. Így azt gondolom, hogyha most gólt lövünk, akkor ez a 2 pontos ebben lehet, és 11 pontunkat 13-ra tudjuk növelni. Elnézést kérek, Karacsi Jászmin gyönyörű csellel, egy passzoló csellel játszotta magát szabadra, de sajnos a kapufát talált el belőle. Tószegi ismét egy átlőéssel kozmetikázza az eleményt, 27-23-ra. A Gál Adrián is felhívja a saját csapatának a figyelmét arra, hogy 4 perc van hátra, nagyon menniük kell most már, és hajtani kell. Hú, ezek nem férnek bele, lányok. Ezek nagyon nem férnek bele, ezek a technikai hibák, ezek öngólok sajnos. 27-24, és az ember hátrányból még 40 másodperc van hátra, de hamarabb fog kiegészülni sajnos a Szeged csapata, és egy bő fél percet fogunk ember hátrányba eltölteni. Most türelmesen passzolgatunk, de kiegészült a Szeged, úgyhogy ember hátrányba kerültünk. Paul Brigitta nagyon bátran megpróbálta megvenni a szélső játékosát, szélső védőjét is. Ez eredményre is vezetett, 7 méteres következik. Fábiánál oda, be kell lőni. Nincs mese, ezt a helyetesünket, ezt be kell lőni. Be is lövi, így is van. 28-24-re alakítva, 3 perccel a vége előtt a mérkőzés állását. Próbálja ugye a Szeged nagyon gyorsan befejezni a támadásait. A Velki Viktória az egyik legeredményesebb játékosok, próbálta befejezni átlövéssel a támadást. De Szabó ismét a helyén volt, úgyhogy egy nagyon fontos védés mutatott be. Kevesebb, mint 3 perc van a mérkőzés végéig, és 4 góllal vezetünk. Most már nagyon türelmesen kell majd játszanunk, ugyanígy ezeket a befutásokat játszani, és rátörni a falra, és semmiképpen ne legyen passzív a játékunk. Pedig ezt a végtelenségig kijátszottuk, Balszínre nagyon szépen kijött a helyzet, de sajnos Jászmin vonalra lépett, ezzel a technikai hibát vétett.
de nem szabadna gyors gólt kapnunk. Hú, a Tószegi nagyon belejött ebbe a játékba, 7. gólját szerzi. És még 2 perc van hátra a mérkőzésből, 3-mal vezetünk. Kiegészült a hajdonállás csapata is most már 6-6 ellen. Ki kell húznunk ezt a kevesebb mint 2 percet hátra. És ezzel meg lehet a mérkőzés. Szépen türelmesen húzzuk a labdát, Fábiánnál labda, Por. Zihor. Csicsószki került középre. Igen, ő nagyon bátran játszik, felveszi a pofont, oda megy a faltért. És hát a legjobb játékosokat szinte a Tószegit ki is állítják. Úgyhogy emberelőnybe kerülünk. A végig emberelőnybe leszünk, remélhetőleg nem lesz nálunk kiállítás. És ezt a támadásunkat góllal fogjuk tudni befejezni emberelőnyben. Nagyon csúnya szabálytalanság volt. Egyértelműen piros lap. Egyértelműen kizárásnak kell követnie. A lövő kézzel visszarántotta. De ez nagyon szép jelent, hogy elismeri a hibáját. A Lehmann dobót, Andreát kiállítják. Kettős ember előnybe kerülünk, illetve 7 méteres dobhat Fábián. Ezzel megpecsételve a Szegednek a sorsát és a 2 pont sorsát. Így is van, visszahúzott felsőbe, nagyon magabiztosan. Végig nagyon magabiztosan Fábián ismét belőtte a 7 méteres. Kettős ember előnyben vagyunk, figyeljünk oda a befutóra. Velkinél a labda. Szabad dobás, 40 másodperc van hátra, ez a 2 pont az már a zsebben van, hál' Istennek. Sajnos Szabó mellé nyúlt ennek a labdának. Igazából jelentősége már nincsen. Fél perc van hátra a mérkőzésben, a kettős ember előnyben vagyunk. 3 góllal vezetünk. Bravo lányok, ez a 2 pont, ez megvan. Ne siessünk. Támadjuk türelmesen végig a mérkőzést, és a végén még akár egy gólt is lőhetünk. Extraként. Bal szélen lehúzva a labdát. Dóri maga vállalt el. És ezzel vége a mérkőzésnek. Időn túli szabaddobással záródik a meccs. Csicsószki áll oda. 29-26-ra nyert a hajdonállás, ha csak ez be nem lövi ezt az időn túli szabaddobás Dóri. De várjuk meg akkor a végét. Dóri egy elhajlásos lövéssel próbálta bevenni még a kaput. 29-26-ra nyert a hajdonállás. Egy nagyon izgalmas, nagyon szoros mérkőzésen kifejezetten ínyenség volt. Én azt gondolom, ez az NB1-s női mérkőzés a keleti csoportban. Látszódott, hogy mekkora tétje ennek a mesnek, hiszen a 9. helyen álló hajdonállás a 13. helyen álló Szegedet fogadta. Egy megerősített Szegedet, akik az utolsó percig küzdöttek, és le a kalap előttük, hiszen nagyon-nagyon jó mérkőzés, és nagyon-nagyon jó iramú mérkőzés láthatott a hajdonállás közönsége. A mérkőzés legjobbjával, és a két edzővel is meg fogjuk beszélni azt, hogy milyen volt ez a mérkőzés belülről. Várom önöket vissza. Jó, megharcoltunk érte, úgy gondolom megérdemeltük. Gratulálok, gyerekek, ketárok! A mérkőzés legjobb játékosa részére a Pezsgőt a Reál Élelmiszer Kft. Volt ifjúsági ABC-je biztosította. Mint a mérkőzés legjobbja, fogad tőlünk sok szeretettel ezt a Pezsgőt, fogyasszátok egészséggel. Gratulálok. Beszéljünk egy kicsit a mérkőzésről. Azt gondoltam fentről, amit láttam, hogy az első fél időben nagyon-nagyon hektikus volt a meccs, nagyon szorosan voltak rajtunk, átlőésekkel próbáltak operálni.
és nagyon magas volt a fal, és elég nehezen lehetett átlőni hazai részről, nálási részről ezt a falat. Próbáltunk ezzel a befutásokkal élni, te is többször vétetted magad észre befutással, illetve szélső zicserrel. Mérkőzését kompletten nézve 6 gólt szereztél, ha jól számoltam, több 7 méteres harcoltál, illetve szélen nagyon jól védekeztél. Neked hogy telt belőle ez a mérkőzés? Hát először is számoltunk arra, hogy nagyon nehéz lesz ez a mérkőzés, de elmondta Molly, hogy az első 4-5 fordulóban eldőlhet a csapat sorsa a bemaradást illetően, úgyhogy szívvel lélekkel játszottunk, szerintem ez látszott is rajtunk. Igen, az elején a védekezés nem állt össze, nagyon az átlövéseket nem tudtuk kivédeni, viszont a támadásnál Jázi is balszélről nagyon jól teljesített, illetve hát a második fél időben már a lerohanásaink, amik szerintem feljavultak, meg Viki is a kapuba szerintem jó teljesítmény nyújtott. Mindig ott volt, amikor kellett, nagyon. Igen, jó, hogy kiemelted ezt, mert ugye azt lehetett látni a meccsen, hogy azért mind a két csapat nagyon fut. Ebben nyilván több hiba is belefért, úgymond. Volt a mi részünkről is, ugye több labdálladás, illetve technikai hiba, illetve volt a Szeged részéről is. Nyilván én azt gondolom, hogy már a második fél időben kidomborodott az, hogy a Szegednek több hibája volt, illetve mi nagyon gyorsan tudtuk rájuk vinni a labdát. Tehát tényleg több labdát is szereztél, és azt kellene még, hogy te hogy érezted azt, hogy ezeket a helyzeteket mi alapján tudtad úgy elvállalni, meg milyen mozgások segítettek ahhoz, hogy szélről több helyünk legyen? Sajnos szélre szerintem nem nagyon szokott kijönni a labda, de szerintem a góljaim nagy részét most nem is úgy a szélről lehúzásból szereztem, hanem ilyen, nem tudom, szemfüles gól volt itt a második fél időben is. Illetve most örülök, hogy az indulás is, hogy a lerohanásból is szereztünk gólt. Nehéz volt gondolom neked sérülésed után visszatérni. Hát nagyon örülünk, hogy visszatértél, mert nagyon jó teljesítményt nyújtottál. Te hogy érezted magad azért a pályán? Köszönöm, már nagyon ki voltam éhezve, kimaradt ugye 2,5 hónap a combsérülésem miatt, úgyhogy már nagyon vártam a januári felkészülést és a bajnoki mérkőzést, és reméltem, hogy jó lesz a visszatérésem, és szerencsére sikerült, és tudtam segíteni a csapatnak. A mérkőzés legjobb játékosa részére a Pezsgőt a Reál Élelmiszer Kft. Volt ifjúsági ABC-je biztosította. Bár vereséget szenvedtetek, de engedd meg nekem azt, hogy gratuláljak a csapatodnak és személy szerint neked is, mert mi azt láttuk felülről, illetve én azt láttam, hogy ez a csapat egyáltalán nem oda való, ahol most van. Tehát azt gondolom, hogy nem két pontra jogosult, illetve predesztinált ez a csapat, illetve most egy nagyon-nagyon jó mérkőzést láthattunk, nagyon lüktető volt, nagyon jó volt a dinamikája. Te hogy látod belülről ezt a mérkőzést? Köszönjük szépen, én úgy gondolom, hogy lányoknak is azt mondtam az öltözőbe, hogy motivációba, küzdő szellembe és csapatba maximálisan levizsgáztak a mai mérkőzésen. Nyilván ezért nem adnak pontokat, mert viszont az ész meg a pontatlanság az ott volt sajnos a játékunkban. Az első fél időben is ugye azt hiszem egyel fordult a nálás, volt 4 kapufánk, 2 vagy 3 eladott zicser, ez nyilván megbosszulta magát, hogy egy legyen közte, ne pedig esetleg mi menjünk 2 gól előnnyel mondjuk a pihenőre, ugye ezek nagyon fontosak az ilyen kilezett mérkőzéseken. A másik fél időben pedig igazából ugye, mivel beszéltünk a mérkőzés előtt, ugye, hogy vannak hiányzóink, akiket esetleg védekezésben ugye tudtam volna frissíteni a támadó játékosokra. Ez egy kicsit ugye azért megbosszulta magát, mert azért egy kemény lendületű mérkőzés volt, amiben sok falt, sok ütközés szerepelt. Fáradtak a játékosaim, és ebből nyilván azért utána újult rendülettel egy támadás már nehezebb volt, pontatlan volt az átlövés, a cselezéseim már nem olyan dinamikával működtek, és volt egy olyan 5-7 percünk, amiben sajnos a nálás nem az, hogy átgázolt, hogy ezt nem mondanám, csak már nem tudtuk úgy felvenni a ritmust velük védekezésbe is, és ott közzétettek hirtelen ugye az egyre egy olyan 3-4-et, és utána már azért kicsit futottunk ugye utánuk, és nyilván így azért a végjátékban az utolsó 5 percben ez eldőlt, hogy már kevés az idő arra, hogy itt bármi történés is legyen. Az első fél időben nagyon jól megkezdtétek a meccset. 3-1-re is vezettetek, illetve azt lehetett látni, hogy a középső területeket nagyon-nagyon jól támadjátok, és több átlövés gólt is tudtatok elérni. Ez taktika szervesen része volt a dolognak, hogy a belső 3 pozíciót támadjátok, vagy igazából így alakult a mérkőzés is?
Igazából nyilván én nem nagyon szeretem középre vinni a figurákat, inkább szeretem a kettes pozíciókat megtámadni, mint átlövés, vagy mint súlypont, és akkor utána a lehúzás ugye ellentétes oldalra, ugye minél jobban nyissuk a pályát. Én azt gondolom, hogy női mezőnyben mindenféleképpen ugye az van a lányoknak a fejében, hogy inkább középre mennek, nem pedig aki felé, a férfiak már nagyon jól működik, megkapja súlypontból, kettes pozíció, szétcselezi, kifelé magát leosztja, azt jessenek, ennyi megvan a játék. Ez a női vonalon még szerintem erőltetni kell. Nem azt mondom, hogy én találtam fel a nagy spanyol viaszt, nyilván én ezt így látom. Azt, hogy most a figurákban egy picit középfele mentünk, mindkét átlövünk, vagy mind 3-4 átlövünk arra, az az erőssége nyilván, hogy megkapja, és egy induló cselle sodródik befelé. Én jobban szeretném azért a kettes pozíciókat támadnánk, de nyilván ott is ültek azért az átlövések. Másik fél, de nyilván kevesebbet vállalkoztunk, ennek ezt még savallom. Tehát a végére ugye megint jöttek az átlövések, amivel mondjuk tudtuk tartani azt a 3-4 gólt, és másik fél idő eleje közepén az lecsük, hát mentünk a faltokra, ütöttük magunkat, és ez ugye lefárasztott minket. Úgyhogy mindenféleképpen ezt a magas falat át kell lőni, ennyi, semmi. Ebbe kell tovább mennünk. Védekezésetek az nagyon jól alakult. Az első fél időben főleg én azt láttam, hogy nem nagyon látta meg a Nánás, illetve nem nagyon találtuk meg azokat a réseket, ahol lehetne igazából jó eredményt elérnünk. Átlőéseink nem voltak nagyon aktívak, inkább a betörés és a befutásos játék, illetve a gyors levonásos játékból tudtunk eredményt elérni. Illetve a három, tehát az irányító átlövő, a két átlőt folyamatosan cserélték a helyeket. Igazából azt lehetett észrevenni, hogy 8-9 játékossal játszottad le a meccset, talán ennek lehet az oka, hogy a végére elfáradtatok és ez a három gólos különbség kialakult? Vagy te miben látod a vereség okát igazából? Mindenféleképpen szerepet játszik benne nyilván, hogy egy olyan 9 játékossal játszottuk le a mérkőzést, hiszen akik a belső pozíciókba küzdöttek, ütköztek, leoldalazták a beállót, részutasak kiléptek, az ugye az átlövőink és a belső embereink irányító. Tehát azért mondom, hogy ők azzal az első fédei teljesítményükkel, védekezés teljesítményükkel, ezzel biztos, hogy fáradtak. Visszatérve viszont, amivel kezdted ugye az elejét a kérdésednek, ugye, hogy zárta volt és nem talált a Nánás úgy fogást esetleg rajtunk, nyilván erre készültünk, hogy ők cselezésből nagyon-nagyon jók, lehúzásokból, kettes pozíciókra, de hát ugye, amit az Ihor, ugye jól mondom a nevét, ugye azért nagyon szépen csinálja mindkét irányba a cselezésket, arra készültünk, hogy zártan védekezünk, megpróbáljuk lesáncolni őket egy rézsútos előrelépéssel, leoldalazzuk a beállót, és ez nyilván az első fél időben működött. Na itt kellett volna az, amit beszéltünk, hogy hiányozik egy-két játékos, aki ráadásul védekezésben maximálisan használható, hogy esetleg a másik fél időre azokat az embereket, akik esetleg gólt tudnak lőni, vagy hatékonyabbak a támadásba, azt lehetett volna pihentetni védekezésbe. Talán maradt volna a stabil falunk, én úgy gondolom, és akkor nagyobb esélyünk van itt akkor esetleg pontot szerezni. Engedd meg, hogy gratuláljak a mérkőzéshez. Mindenképpen azt látunk fentről, hogy egy nagyon dinamikus és nagyon föl és visszafutó csapatról volt szó, és olyan mérkőzésre, ahol mind a két csapat próbálta a gyorsaságát kihasználni. Hál' Istennek mi ebből kijöttünk jól, ahogy mondtad is, hogy próbáljátok azt erőltetni, hogy gyorsan rászaladni, ráfutni a csapatra és megfutni őket, és nem felállt fal ellen küzdeni ezzel ellen, a magas fal ellen. Hogy gondolod, ez, hát nyilván győztünk, úgyhogy nyilván bejött ez a taktika, de mégis mit gondolsz, mit érzel a mérkőzésről belülről? Hát nehezen indultunk, az átható volt, ugye kerestük a saját magunkat, ugye nem tudtunk futni az elején, és amikor felálltak, akkor nagyon-nagyon nehéz dolgunk volt, ugye készültünk hosszú passzos játékokkal, kontrajátékokkal, amiben ezeket a nagyvédőket esetleg ki tudjuk billenteni, illetve hogy a kontramozgásokra kényszeríteni. Aztán úgy megtaláltuk a ritmust, ugye fél idő előnybe mentünk el, és én ott azt éreztem másik fél idő közepén, mint a frissebbek lettünk volna. Ott ugye azt hiszem 17 vagy 18 percig összesen 5 gólt kaptunk, és szerintem ott dölt el a mérkőzés. Ott volt egy 5 gólos vezetés, többször is támadtunk a hatér, akkor azt gondolom megnyugtatóbb lett volna a vége, de mégis nem volt milyen izgulnunk, azt gondolom a cserék jól jöttek, szélsőink jól szerepeltek, magas zóna ellen fontos volt, hogy szélére kivigyük a játékokat, azt gondolom mind a két szélső megtette a magáét, illetve a Csicsószki Dóra azt gondolom kiválóan szállt be a mérkőzésre, tehát azokat a egyszerű dolgokat, a kontrajátékokat, amiket megbeszéltünk, ő végrehajtotta, meg megtalálta a beállást, tehát összességében én elégedett vagyok, én azt gondolom nem játszottunk rosszul, és talán azt is lehet mondani, hogy megérdemelten nyertük meg ezt a mérkőzés, ami számunkra borzasztóan fontos. Első fél időben az időkérésnek kiemelted, hogy ahol erősek szoktunk lenni védelemben a 2-3-as pozíciójában, most ott voltunk igazából gyengék. Ez minek volt köszönhető, illetve meg is sérült a beállós játékosunk, és a Mekes Múli került be a 3-as pozícióba, aki véleményem szerint nagyon kiválóan végezte a munkáját 3-as pozícióba, és ott megszilárdult mégis a védelmünk. Te ezt hogy értékeled?
Igen, hát én azt gondolom a védelmünk legstabilabb pontja a Netti, ő most kiesett. Rá azért nagy terv volt rajta, a múlt héten országos döntőt játszott hétvégén, tehát azért rajta van a legnagyobb teher itt a csapatban, tehát a juniorban is vezérnek számít, a diákolimpiai csapatban is, felnőtt csapatban is, és most nagyon nem kaptál a ritmust, tehát elkésett a kilépésekkel, mindig megverték, a beálló az mindig úgy hagyta szabadon, hogy rá tudták tenni a labdát, és azokban az ittszerezések voltak. Igen, de utána hál' Istennek a sérülése sajnos az visszatérő, tehát sérültem vállalta ezt a mérkőzést, de a Móni valóban kiválóan, ő egy nagyon agresszív védő, aki megfelelő állapotban van, és úgy gondolom ő is sokat hozzátett azért, hogy ezt a mérkőzést egy győztesen tudjuk befejezni. Azt emelted ki te is, meg illetve a vendégedző is, hogy egy picit a végére ők elfáradtak. Ez lehet annak az oka, hogy ők igazából olyan 8-9 játékossal játszották végig a mérkőzést, még te egy picit azért próbáltad frissíteni a játékosokat, és egy picit jobban rotálni, forgatni őket. Lehet ennek ez a következménye? Igen, én is azt éreztem, hogy fizikálisan föléjük nőttünk. Ugye próbáltam mindenkit pihentetni első fél időben, támadás védekezésben, az Ihor Flólát, a Lányi Gabit, a védekezésbe utána a Nórit, ugye a Csicsó frissen szállt be ebbe a játékba, a Darabos Erika frissen szállt be ebbe a játékba. Tehát azt gondolom, hogy igen, talán most ezt jól eltaláltam, a terhelést, adagolását egyes játékosoknál, és ennek köszönhetően frissek tudtunk maradni, és végül is, amikor kicsit szorított is a kapcsa, azért azt gondolom, megtaláltuk a megfelelő megoldásokat, úgyhogy tényleg én nagyon örülök, már borzasztóan értékes két pontot. Én azt gondolom, hogy ez a csapat nem egy győzelemmel fogja befejezni ezt a bajnokságot. Én abban biztos vagyok, hogy ez a Szeged még fog kellemetlenségeket okozni az ellenfeleinknek. Nagyon fontos volt ez a győzelem. Úgyhogy a hazai mélegünket is azért javítsuk, mert azért ezzel nem voltunk annyira, nem kellett kitennünk ugye a vitrénbe. De most hál' Istennek azért elindultunk ezen az úton, és ugye azokkal, akikkel első fél évben idegenben játszottunk, és pontokat tudtunk tőlük hozni, most ide fognak jönni. Mit vársz ettől a tavaszi szezontól még, hogy milyen lesz a csapatnak a képe? Igen, tehát nagyon jó lenne azokat, amiket idegenben nyertünk meg, de látjátok, hogy milyen nehéz volt ez a Szeged, és hát majd látjátok, aki következő fordulóban érkezik, a pesti csapat, a Pénzügyőr, vagy majd egy Pilisvörösvár, borzasztóan erős csapatok, hát itthon nem kellene. Én azt gondolom, ha itthon nem hibázunk, van 7 hazai mérkőzésünk, akkor biztonsággal bent tudunk maradni. Ugye az őszünk azért is volt ilyen, mert a legjobb csapatokat fogadtuk, ugye, tehát az élcsapatok jártak nálunk, és őket sajnos nem sikerült megvernünk. Akik mögöttünk vannak, ugye az sikerült, hát a Szent István elleni pontvesztés az borzasztóan fájdalmas, tehát az nagyon fog hiányozni a végelszámolást, azt gondolom. De az a törekvés, hogy a hazai mérkőzéseinket meg kell nyerni, mert idegenben borzasztóan nehéz lesz pontot szerezni. Tehát ha tudunk 1-2 pontot szerezni most ősszel idegenben, az óriási nagy dolog lenne. Egy nagyon izgalmas mérkőzést láthatott a kedves közönség Hajdon ellen, a Szeged mérkőzés a női NB1B keleti csoportjából. Hál' Istennek hazai sikerrel 29-26-ra győztünk, de ami fontosabb, hogy elindultunk egy olyan úton, ami talán arra presszenálja azt a csapatot, hogy nem fog kiesni az NB1B keleti csoportjából. És elég speciális ugye a helyzet, hiszen 5 csapat fog kiesni ebből a csoportból, illetve a másikból is, úgyhogy mindenképpen ezt el szeretnék kerülni, Molnár András vezette tanítványai. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, most egyelőre kézlabdával búcsúzunk, várjuk önöket vissza a következő fordulókban is. Viszont hallásra.